Köszöntjük Önöket a Szárnyék kormány sajtótájékoztatóján. Gyorsan lelepleződött az Orbán kormány legújabb hazugsága. Azt ígérték, hogy nem emelik a személydíjat, miután a MOL leányvállalatának, a MOHU-nak a kezébe adták a teljes hazai szemétszállítási ágazatot. Csak hogy a napokban rengeteg ember kapott magasabb, sőt duplájára nőtt személydíjról kiállított számlát, mert elvették a korábbi kedvezményeket. Az Árnyék kormány szerint a magyar emberek nem viselnek el újabb megszorításokat és áremeléseket, ezért be kell fagyasztani a személydíjakat, és vissza kell állítani a korábbi kedvezményeket. Az Orbáni infláció és az eddigi Orbáni megszorítások többek között a benzináremelés, a rezsiemelés miatt a magyarok fizetéséből és nyugdíjából egyre kevesebb marad a személydíjak bevezetésére. Mi szociáldemokraták nem fogjuk hagyni, hogy a benzináremeléseken gazdagodó nagyvállalat a MOL még nagyobb profitot sajtoljon ki a magyarokból a személydíjakkal. Ezért készül a Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra a kormányváltás után. Mindenható vállalati profit helyett, bér- és nyugdíjemelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. A személydíjak emelése bizonyítja, hogy a megszorításokkal az Orbán kormány a magyar emberek helyett kizárólag a milliárdos nagyvállalatokat szolgálja. Már a szemétszállításból is hatalmas profitot kaszálhat a MOL, amely 100 milliárdos nyereséget termel az üzemanyag áremelésből. Ezért véget kell vetnünk az újabb és újabb megszorításoknak, és végre a magyar emberek bérét és nyugdíját kell emelnünk a vállalati profit helyett. Az Árnyék kormány szerint a magyar emberek nem viselnek el újabb megszorításokat és áremeléseket, ezért be kell fagyasztani a személydíjakat, és vissza kell állítani a korábbi díjkedvezményeket. Az Orbáni infláció és az eddigi Orbáni megszorítások, többek között a benzináremelés, a rezsiemelés miatt a magyarok fizetéséből és nyugdíjából egyre kevesebb marad a személydíjak befizetésére. Mi, szociáldemokraták, nem fogjuk hagyni a benzináremeléseken gazdagodó nagyvállalat a MOL még nagyobb profitot sajtoljon ki a magyarokból, a személydíjakkal, ezért készül a Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra a kormányváltás után. Mindenható vállalati profit helyett bér- és nyugdíjemelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Köszönöm a figyelmet!